Ismét együtt vagyunk. A 6. szemeszter a Semmelweis Egyetem Senior Akadémiának a programjában. Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, és örömmel informálom önöket, hogy már az 1400 jelentkezőnél tartunk, tehát azt tudom mondani, hogy ez a egészségügyi felvilágosító program, amit most már harmadik éve nagy lelkesedéssel csinálunk az egyetemen, talán a legnagyobb ilyen program a hazai felsőoktatás keretében. Köszöntöm Takács Mária professzor asszonyt, aki velünk van ezen az estén, és megosztja a tudását. Nem véletlen, hogy minden szemeszter alkalmával, amióta a COVID velünk van, mindig beiktatunk előadásokat. Most egy olyan szakember van velünk, aki a virológia teljes területét átfogja, és talán az egyik legképzettebb és leghivatottabb szakember ma Magyarországon. A professzor asszony biomérnök, a Műszaki Egyetemen végzett a vegyészmérnöki karon. Ez a Semmelweis és a Műszaki Egyetem közös képzéseként indul a 1980-as években. Ott szerezte a doktorátusát, a PhD fokozatát, ott habilitált, de végzés óta, hogy itt a önéletrajzát nézem, végzés óta a Semmelweis Egyetemen is dolgozott, és kapcsolat az egyetemünkkel mai napig megvan. De ez a kapcsolat nem akadályoztam meg abban, hogy a Országos Epidemiológiai Központban előtte a Johann Béra Oki virológia osztályán ne dolgozzon, sőt ott komoly pozíciói voltak. Végül is a Oki járványügyi mikrobiológiai igazgatóságán igazgató és a virológiai osztály főosztályvezetője volt. Az utóbbi években, tehát az utolsó 4 évben a Nemzeti Népegészségi Központ virológiai szaktanácsadója. A professzor asszony számos nagy pályázat részese, irányítója, külföldi tanulmányokon vett részt, és ahogy a tudományos eredményeit felsorolja az önéletrajzába, hát a virológia a legkülönbözőbb területein alkotott és publikált kiváló tanulmányokat. Én most már tovább nem szaporítom a szót, professzor asszony, átadom magának, tanítson bennünket. Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves bemutatót, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Meg is osztom a diáimat. Kérek szépen egy rövid visszajelzés, hogy látszik a dia. Igen. Köszönöm szépen. A vírusok különleges világáról szeretnék most beszélni. Ez az előadás nem a koronavírusról fog szólni, arról majd a rektor úr fog 2 hét múlva előadást tartani, de nagyon nehéz elkezdeni most a vírusokról úgy egy előadást, hogy ne a koronavírusokkal kezdjük. Hát, ugye így most a címe, azt hiszem, levegy. Nem tudom, hogy ez most így látszik-e megint, vagy túl magasan van a cím. Ugye ez az lenne a címe, hogy történelmi időket jól látjuk, érünk. Jól látjuk, professzor. Ja, jó, mert hogy én nekem nem látszik a cím, de nem baj. Történelmi időket élünk. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy történelmi időket élünk, vagy gondoljuk, de a vírusok nagyon régóta velünk vannak, a történelem kezdetén, és nagyon hamar rájöttek az emberek, hogy a járványos betegségek ellen, ugye hogy lehet védekezni. Hát a karantén, ugye ez nem egy új találmány, már az ókorban is volt karantén, a középkorról pedig ugye elég sok olyan emlék van, történelmi és irodalmi művek is, ahol a karantént alkalmazták a vírus elleni védekezés
meg más baktériumok, baktériumfertőzések elleni védekezés is. Tehát ez nem új. Következő képen, hogy a spanyolnátha járványról mutatnék néhány képet. Hát látható, hogy ugye a spanyolnátha az tulajdonképpen az influenza. Nagyon nagy járvány volt 1918-19-ben, 50 és 100 millió halottra teszik az áldozatok számát, akkor, amikor ugye ennél sokkal kevesebben haltak meg, konkrétan az első világháborúban. Itt is megpróbáltak védekezni, ugye a maszk sem új, ugye itt a katonaság maszkban nagyon szépen látszik, illetve ugye Amerikában egészen idáig elmentek, hogy viselj maszkot, vagy börtönbe mész. Tehát a maszk sem azért új, ezt már ismerjük. De mondhatná valaki, hogy de az online oktatás az új. Mutatok egy képet, szintén az Egyesült Államokból, a gyermekbénulás, az egyik gyermekbénulás járvány idején bezárták az iskolákat. Hát természetesen nem számítógépen oktatták a gyermekeket, hanem rádión keresztül. Tehát az online oktatás sem új. Ezeket a járványokat azért mind túlélte az emberiség, és végül is megtalálták a megoldást, a természet és a tudósok, főleg az oltások, ugye a védőoltások megadták a megoldást rá, hogy ne legyen ilyen szörnyű megbetegedések. Na akkor térjünk rá az előadás témájára. Mi a vírus? Többféle meghatározás van. Az egyik, ugye ez a vírusok mikroszkoppal nem látható élősejtet fertőzni, és abban reprodukálódni képes organizmusok. Ez egy viszonylag tudományos, korrekt megfogalmazás. Ennél azért vannak másféle megfogalmazások is. Most egy-két érdekesebbet megmutatnék. Nagyon híres Wolfnak ez a meghatározás, hogy a vírus az vírus. Az annyira különbözik a többi kórokozótól, hogy nem lehet csak magával meghatározni. Következő meghatározásból már egy kicsit több mindent megtudunk. A vírus fehérjébe burkolt rossz hír. Ugye már is kiderül, hogy a vírus van egy fehérjéje, és benn van egy rossz hír. Ugye a rossz hír az örökítő anyaga, a nukleinsav, és azért rossz hír, mert olyan vírus nincs, ami feltétlenül szükséges lenne, hogy megfertőzze az embert. Ugye a baktériumoknál van olyan baktérium, ami szükséges az embernek, főleg a bélrendszerében, de hát másutt is. Vírusnál ilyen nincsen. Csak olyan vírus van, ami tünetmentes esetleg, tünetmentes fertőzést okoz, vagy pedig tünetes fertőzést okoz, ugye rossz esetben halált. És végül egy magyar virológusnak szeretném a mondását felvetíteni, hogy a vírus élősejt nélkül csupán pajzán gondolat. Ugye ebből is látható, hogy teljesen más, hogy szaporodik a vírus, mint az összes többi élőlény, ha a vírus egyáltalán élőlénynek tekinthető. Maga a vírus, hogyha számítógépes hasonlattal akarnék élni, olyan, mint egy pendrive. Pendrive-on nem tudjuk, hogy mi van. Egészen addig, amíg be nem dugjuk a számítógépbe, ugye itt, amíg a vírus be nem megy a sejtbe, addig nem tud működni. Hát akkor miben különleges a vírus? Nem sejtes szerveződésű. Ugye minden más élőlény sejtes szerveződésű. Nem látható fénymikroszkóppal, csak elektronmikroszkóppal. Nem nő és nem osztódik. És ugye vagy DNS-t, vagy RNS-t hordozza a genetikai információként. Az összes többi élőlény DNS-ben tárolja. DNS az örökítő anyaga. A vírusoknál DNS is lehet, és RNS is lehet az örökítő anyag. És hát végül a vírus nukleinban levő genetikai információ irányítja a sejtben a vírus szaporodását, átveszi az uralmat a sejt fölött.
Akkor nézzük meg az első különbséget, ugye mekkora a méretük a vírusoknak. Itt a legkisebb baktérium látszik, ugye egy mikron. Ugye egy mikron az egy ezred milliméter, és ehhez képest a vírusok, a legnagyobb vírus az 400 nanométer, ami a fénymikroszkópnak körülbelül a felbontó képessége, a herpes vírus a maga 100-150 nanométerével még nagynak számít, és itt látható még a pikorna vírus, ugye pikó kicsi, RNS-e van, ez a gyermekbénulás korokozója, hogy milyen kicsi ehhez a baktériumhoz képest. Néhány elektronmikroszkopos képet mutatok. Nagyon sokfélék a vírusok, ez például a veszettség kórokozója, lövedék alakú, itt a kanyaróvírus, himlővírus, nagyon sokfélék, a papillomavírus, ugye itt a herpeszvírus, ami látszólag olyan, mint a papillomavírus, csak körötte van egy burok, ugye ez a rettegett ebola, és hát itt a legalján itt van a koronavírus, ami most keseríti az életünket. Azért nevezték el koronavírusnak, mert olyan, mint a nap koronája. Ilyen nagyon szépen látszik az elektronmikroszkopos képen. Egy vírusmodellt mutatnék be ezek közül. Ugye látható, hogy azért ezek sokfélék, ezeket nyilván nem szeretném mind elmesélni, de azt, hogy egy vírus hogy néz ki, ez pont az egyik adenovírusnak a modellje. El kell képzelni egy 20 oldalú kockát, aminek 20 szabályos oldala van, ugye ez az ikozaéder, és minden csúcsából egy fehérje áll ki, amivel csatlakozik a sejthez. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen mivel csatlakozni a sejthez. Tehát itt van ez a 20 oldalú szabályos kocka, ez fehérjéből van, ezt úgy hívjuk, hogy kapszid, és ebben belül van a nukleinsav, védi tulajdonképpen a nukleinsavat a fehérje. A nukleinsav az sokkal kevésbé, szóval sokkal érzékenyebb, mint a fehérje. Lehet máshogy is megoldani a nukleinsav védését, nem csak így lehet körülötte a fehérje, de most azt hiszem nekünk elég ez az egyféle mód, illetve még egyet bemutatnék, ami tulajdonképpen nagyon hasonló. Itt látszik is a nukleinsav belerajzolva a kapszidba, a fehérje kapszidba, és e körül van egy burok még, amit a vírus akkor szed össze, amikor kijön a sejtből. Itt is nagyon fontos, hogy legyen olyan fehérje, ami kiáll ebből a burokból, akkor ebből a burokból áll ki, és hozzá tudjon kapcsolódni a sejthez. Most ezen a képen a vírus szaporodást látjuk összefoglalva, nem kell megijedni, most csak nagyon röviden mondom el, hogy először ugye hozzá kapcsolódik a vírus a sejthez, utána bemegy, felszabadul a fehérje és a nukleinsav, ugye itt elsősorban az örökítő anyagnak, a nukleinsavnak lesz szerepe. Nukleinsav egyrészt átveszi a hatalmat a sejtben, és legyártatja önmagát, sok-sok vírus nukleinsav keletkezik. Másrészt ez a nukleinsav kódolja a vírusnak a fehérjeit, amire szüksége van a létéhez, és ezt szépen, ezt is legyártatja a sejttel. Ha mindez kész, akkor összeáll a vírus, ugye ez olyan a konformáció, hogy tulajdonképpen magától összeáll, és kimegy a sejtből. Akkor ezt nézzük meg egy picit részletesebben. Egy olyan ábrát választottam ennek a bemutatásához, amit a Semmelweis Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közös munkája volt. Azt néztük meg, hogy a koronavírus hogyan kapcsolódik a sejthez, és mennyire stabil ez a kapcsolat. Ugye itt van a sejt, itt van a sejtnek a receptorai. Ezekhez a receptorokhoz kapcsolódik a vírus.
Ez nagyon fontos, hogy a sejtnek nem azért teszik ki ezeket a receptorokat, hogy a vírus be tudjon menni, hanem a vírus alkalmazkodik a sejten lévő élettanilag fontos receptorokhoz, tehát ide kapcsolódik a vírus. Amikor ide kapcsolódott, ez a legfontosabb tulajdonképpen a vírus életében, ha nem talál olyan receptort, amihez kapcsolódni tud, akkor nem fogja tudni megfertőzni a sejtet. És az derült ki ezekből a kísérletekből, hogy ez a fehérje, ez nagyon dinamikusan tud mozogni, ez a tüskefehérje vagy spike fehérje, nagyon dinamikusan tud mozogni, hogy megtalálja ezt a receptort, és nagyon jól oda tudjon kapcsolódni. És hogyha még megbögdösik, akkor is ott marad. Tehát ez az első, hogy hozzá kapcsolódik. A következő, hogy hogyan jut be a sejtbe, erre is nem számtalan, de több mód van. Én kettőt szeretnék bemutatni. Az első a fúzió. Itt látható a vírus, a burka, ami közben bement a sejtbe, de majd mindjárt megnézzük még egyszer. Ugye kis pirossal van jelölve az RNS, itt a fehérje, és ez egy burkos vírus, mint a koronavírus, szépen hozzá kapcsolódik a sejtnek a receptorához, ugye ez nagyon fontos, kinhagyja a burkát, olyan, mint hogyha bemenne a szobába és levenni a kabátját, és ezek után felszabadul az RNS. A másik módszer, ahogy a vírusok bejuthatnak a sejtbe, az az endocitózis, amikor a sejt megeszi tulajdonképpen a vírust. Tehát itt is az első lépés, majd, ugye most már itt kiszabadult, de még ezt is megnézzük még egyszer. Tehát az első lépés megint az, hogy hozzá kapcsolódik a vírus a receptorokhoz, és utána a sejt körülveszi, megeszi, tulajdonképpen endocitózisnak hívjuk ezt folyamatot, és utána kiszabadul a vírus nukleinsav a sejtből. A koronavírus az burkos vírus. A burkos vírusok általában az első módon szaporodnak, amit először bemutattam, hogy kinhagyják a burkukat. A Omikron variánsnak van az a képessége, hogy nem csak azzal a módszerrel tud szaporodni, nem csak fúzióval, hanem endocitózissal is, és ezért is tud sokkal gyorsabban terjedni. Bekerült a sejtbe a vírusnukleinsav, ugye ez lehet RNS, vagy lehet DNS. Ugye ezt azért középiskolai tanulmányokból valószínűleg mindenki tudja, hogy az RNS 4 különböző nukleotidból áll, amit a bázisokról neveznek el, és bizonyos nukleotidok csak bizonyos nukleotidokkal tudnak párba állni, tehát az adenin a timinnel, a guanin a citozinnal. Az RNS-ben pedig az a különbség, hogy az timin helyett uracil bázis fordul elő a nukleotidokban. Ennek kell szaporodnia. Ami RNS kevéssé tud szaporítani a sejt, azt a vírus maga megoldja, egyszerűen a vírus enzim az szépen kiegészíti az RNS-t, ugye az uracil mellé adenin tartalmazó nukleotidot tesz, az A után pedig uracilt, a C-t, G-t, tehát egyszerűen kiegészíti, és így megkettőződik az RNS, aztán az ketté válik. A DNS-eknél először ugye ketté kell válnia, ahhoz, hogy meg tudjon kettőződni. Ugye, hogyha ketté vált, akkor ezt már a sejt gyönyörűen meg tudja csinálni a saját alapanyagaival, itt is ugye a megfelelő nukleotidokat kell ide illesztenie.
és amikor ennek a folyamatnak vége, akkor két vírusnukleinsav lesz, aztán négy, sok, ugye nagyon sok vírust tud termelni egyetlen sejt. Itt most itt előrevetítem, hogyha itt téved az enzim, ami ezt csinálja, és nem jól illeszti ide a nukleotidot, azt hívjuk mutációnak. Tehát ez egy tévedés tulajdonképpen. De erről majd még beszélünk. Hogyha megvannak a nukleinsavak, akkor a nukleinsav alapján készíti el a sejt a vírusfehérjéket. Ugye a transfer RNS-ek hoznak egy aminosavat, ezek csak oda tudnak kapcsolódni, ami az aminosavra jellemző kodon. Ezt szépen a ribosómák összerakják, és itt van elkészült már is a vírusfehérje. Hogyha készen van a vírusfehérje is, ugye sok példány van, meg a nukleinsav is, akkor vírus érésnek nevezzük azt, hogy összeáll a vírus vírussá, ugye ez az érés, itt megnézzük, és többféle módon szabadulhat ki a vírus a sejtből. Egyrészt a sejt széteshet, hát az nem nagyon jó a sejtnek, másrészt bimbózással, ami tulajdonképpen a fúziónak a fordítottja, tehát oda megy a sejtmembránhoz a vírus, felveszi ugye a sejtmembránt, és kiszabadul. Ugye a burkos vírusok így tudnak kiszabadulni. És végül is exocitózissal is ki tud szabadulni, amit a mutatott bemeneti módszernél, amikor ugye megette a sejt a vírust, hát most akkor azt mondom, hogy kiköpi a vírus tulajdonképpen. És ekkor nem pusztul el a sejt. De ezen az elektronmikroszkópos képen nagyon jól látszik, ez egy influenza vírus kiszabadulása a sejtből, hogy nagyon sok vírus szabadul ki egyszerre, tehát azért ez annyira nem jó a sejtnek semmiképpen. És akkor most szeretnék beszélni az új és újonnan felbukkanó vírusokról. Ugye, hogyan jöhetnek létre új vírusok? Hát lehet teljesen új, amit akkor fedezünk föl. De azért a legtöbbször az derül ki, hogy az már régebben jelen volt, csak most fedeztük föl. Ugye ez nagyon sokszor előfordul. Végül ugye egy ismert vírusból keletkezhet új, több módon, ezt mind megbeszéljük, illetve ismert vírusok új szerepben tündökölhetnek, így mondjam, vagy új szerepet játszhatnak, és ismert vírusok megjelenhetnek új földrajzi területeken is. Ha most először azt nézzük, hogy ismeretlen vírusok, újonnan felfedezett vírusok, akkor itt a teljesség igénye nélkül, addig, amíg tartott a dia, felsoroltam néhány vírust, hát nyilván mindenki kitalálja, hogy miért a SARS koronavírus 2-vel fejeztem itt be a felsorolás, de ennek nincs vége. Az, hogy miért a humán immundeficiencia vírussal kezdtem, annak az az oka, mert a 60-as, 70-es években a védőoltások elterjedésével és az antibiotikum használattal tulajdonképpen az a álláspont alakult ki, hogy hát a fertőző betegségeknek már vége. Ezeket legyőztük. A humán immundeficiencia vírus, az AIDS kórokozója, ennek a megjelenése döbbentette rá, én úgy gondolom, az emberiséget arra, hogy ennek korán sincs vége, okozhatnak még meglepetéseket a kórokozók. Úgyhogy ezért kezdtem ezt a felsorolást a humán immundeficiencia vírussal. És itt nem véletlenül vannak ezek a kis állatkák. Ugye most már a minden vírus az állatokról jön át az emberekre, ugye ezt zoonózisnak hívjuk. Ugye a humán immundeficiencia vírus ugye majmokról került át az emberekre, valószínűleg a 20. század elején, 30-as éveiben. A
hepatitis E vírus, ugye a malacokról, sertésekről kerülhet át, és akkor nagyon sok vírust kaphatunk rákcsálakból, a szúnyogok terjesztik egy csomó vírust, ugye vad libákról majd még lesz szó itt az előadás folyamán, és ugye a koronavírus, a cibetmacska, a teve, a tobzoska, tehát ezek csak példák, hogy milyen állatokról terjedhetnek át emberekre vírusok. És akkor nézzük meg azt, hogy egy ismert vírusból hogyan keletkezhet új vírus. Ennek többféle módja van, a mutációról biztos, hogy mindenki hallott, mert már se hallunk, hogy milyen mutánsai vannak a koronavírusnak, de van más módszer is, a rekombináció és a reasszortáció, amit el fogok mondani. És azért tettem ide az influenza vírus képét, mert mind a három, az influenza vírus egy rendkívül változékony vírus, és mind a három módszert használja a változására. Ugye a mutáció tulajdonképpen egy tévedés. Ugye itt van az eredeti szál, hogyha az új szálnál egy hibás beépülés történik, akkor a régi szál nukleotid szekvenciájával, nukleotid sorrendjével nem fér, nem egyforma az új szálnak a szekvenciája. Ez a mutáció nem feltétlenül csak egy rossz, egy hibás beépülést jelenthet. Jelenthet ide, hogy többet rak be, több nukleotidot rak be véletlenül a sejt polimeráza, vagy pedig nem rak ide be semmit, ugye deléció vagy inzerció, ezeket így nevezik, tehát hiány vagy többlet is lehet, és így alakulnak ki az új vírusok. Ugye minél többször szaporodik egy vírus, annál nagyobb a lehetőség rá, hogy ki alakuljanak ezek a mutációk, és azok a vírusok fognak sikeresek lenni, ahol ezek a mutációnak van valami értelme. A legtöbb mutációnak nincs értelme, és akkor nem is szaporodik tovább az a vírus, mert nem tud. De hát sajnos azért vannak olyan mutációk, amelyek új értelmet adnak a vírusnak, és megkönnyítik a vírus dolgát, nyilván ezek fognak elszaporodni. Másik a rekombináció, az a gének cserélődése, amit a vírusok tudnak alkalmazni. Ehhez már két hasonló vírus kell. Ugye a mutációhoz elég volt egy vírus, tehát egy vírus bemegy a sejtbe, és egy másik vírusként jön ki. A rekombinációnél itt ezek a két különböző vírus van, akik kicserélik a génjeiket, ugye ehhez egy sejtben kell lenniük, a sejt meg nem válogat, összerak egy harmadik vírust. Itt ez látható, hogy a harmadik vírus szépen keletkezett. A természetes rekombináció a legváltozékonyabb vírusoknál is előfordul, az influenza vírus, humán immundeficiencia vírus, ugye a mágyulladást okozó hepatitis C vírus, de azért lehetne még sorolni, tehát van természetes rekombináció, és ezt azért emelem ki, mert van mesterséges rekombináció is, amit ugye az ember csinál, és ezt azért emelném ki, mert a vírusok vektorként való felhasználása az így történhet. Ugye most mindenki hallott a vektorvakcinákról, ugye az oltóanyaggyártásban, de a diagnosztikában is nagyon sokszor használnak vírusokat vektorként. És ehhez a rekombinációt alkalmazzák, a mesterséges rekombinációt. A következő mód, ahogy a vírus megváltozhat, és nagy változás következhet be a vírusban, az a reasszortáció. Ez az influenza vírus, amit itt látunk, amit ugye a vad libák hordoznak, a vad madarakat, ez nem betegíti meg, legalábbis nem jelentősen, tehát nem nyugodtan tudnak repülni, és a
ahogy elrepülnek ilyen vándor madarak, pogy-pogy lepogyiktatják a kloákájuk tartalmával együtt a vírust is. Ez a vírus, a madárinfluenza vírus, ez tud fertőzni embert, de csak nagyon-nagyon közeli kapcsolattal, ezért van a vékony nyíl, mert olyan receptortra van, ami az emberben nagyon kevés van, és nagyon mélyen. Tehát nagyon ritkán kapható el közvetlenül ez a madárinfluenza vírus. Eddig 1000 alatti esetszám volt a világon, ami ismert, amióta ezt nézik, de abból körülbelül a fele meghalt a illetőknek. Tehát itt azért nagy járvány nem tudott lenni. A sertés a kulcs tulajdonképpen, mert a sertésben van olyan receptor, a sertés sejtjében, amibe bele tud menni a madárinfluenza vírus is, meg a humán vírus is. És a influenza vírus látszik, hogy egy olyan vírus, ami különböző szegmensekből áll, több szegmensből áll. Ugye a legtöbb vírus az egyetlen nukleinsav, nincsenek szegmensei. Az influenza vírus szegmensekből áll. Ez, hogyha egyetlen sejtben a madár influenza vírus és a humán influenza vírus bekerül, akkor a sejt ismét csak nem válogat, hogy honnan jött a szegmens, hanem csinálja, ahogy mondják neki, amikor összeáll a vírus, akkor keletkezhet egy teljesen új tulajdonságú vírus, ami már erősen fertőzi az embereket, és ez szokott lenni, ugye az influenza világjárványkor, ez történt a spanyol nátha idején, ugye mondtam, hogy az 50-100 millió halottal, akkor egy új reasszortáns vírus keletkezett, de ugye volt a hongkongi influenza, az orosz influenza, ezek mind ilyen reasszortások, szegmens cserélődéssel létrejövő új vírusok. Azért tudott ilyen nagy járványokat okozni. Most ugye ott tartunk, hogy elmondtam az ismert vírusból, hogy keletkezhet új. Akkor ugye még hátra van az, hogy ismert vírusok új szerepben, illetve ismert vírusok új földrajzi területen. Ez az, amit szeretnék még elmondani. Ugye azt mindenki tudja, hogy a kullancs enkefalitiszt, vagyis kullancs által okozott agyvelőgyulladást kullancstól lehet kapni. Ha megcsíp a kullancs, akkor kaphat az ember egy ilyen betegséget. Kevesen tudják, hogy a nyers tejtől is lehet ilyen betegséget kapni, hogyha a kecske fertőzött volt éppen kullancs enkefalitisz vírussal. A legnagyobb ilyen járvány 2007. augusztusában volt, egy kecske tejet áruló farm vásárlói kaptak kullancs enkefalitiszt, nem mind. Ugye itt összekeverték a tejeket, és tulajdonképpen ezzel kicsit meghigították, de 25 tejfogyasztó kapott kullancs enkefalitiszt, senkinek nem lett maradvány tünete szerencsére. Ugye ez a vizsgálatkor az derült ki, ugye 75 kecskét vizsgáltunk, ami közül hát 4 bakkecske volt, attól nyilván nem terjedhetett a vírus, de ugye megnéztük, hogy volt-e köztük frissen fertőződött, újonnan fertőződött kecske, és találtunk egyet, aki újonnan fertőződött, ezt az IgM pozitivitásából lehet kitalálni, és találtunk 4 olyat, aki korábban fertőződött. Nem okolható tulajdonképpen a farm tulajdonosa, hogyha a kecske megfertőződik a kullancs enkefalitisz vírussal, semmilyen baja nem lesz, tehát nem lehet észrevenni. A kecsketejet sokan azért isszák, a nyers kecsketejet, mert az sok betegségre jó, állítólag, ugye allergiára, cukorbetegségre sok mindenre ajánlják. Ebben én nem akarnék állásfoglalni, de azt tudom, hogy egy nyers tej, az ugye nem csak a kullancs enkefalitisz vírus terjesztheti, hanem egyéb más bakteriális kórokozókat is, tehát
mindenképpen javasolt a nyers tejnek a felforralása. Akkor a vírus is elpusztul. A következő az ázsiai tigrisszúnyog elterjedtségén ez az ábra. Ugye ez azt akarja mutatni, hogy hogy kerülhetnek be már ismert kórokozók más földrajzi területre. Hogyha megnézzük az ázsiai tigrisszúnyog, az eredeti elterjedtsége, az Ázsia, ezért is hívják ázsiai tigrisszúnyognak, és 2007-ben ugye bekerült Európába és, és Amerikába is. Mit kell tudni, miért fontos ez? Ugye az ázsiait, hogy miért hívják ázsiainak, azt már elmondtam, vagy miért hívják tigrisszúnyognak, mert ilyen nagyon szépen látszik, hogy csíkos, de ez minket kevésbé érdekel virológusokat. Az érdekel, hogy ez az ázsiai tigrisszúnyog, vagy Aedes albopictus, ez többféle vírust tud hordozni. Tudja hordozni a chikungunya vírust, ami a chikungunya, az egy nagyon fájdalmas megbetegedés, kiütésekkel és nagyon-nagyon erős ízületi fájdalmakkal jár. Tehát a chikungunya, ez egy törzsi néven azt jelenti, hogy a fájdalom, ami összeránt. Tehát már maga a neve is ez. Tudja hordozni a dengi vírust, ami vérzéses lázat okoz, a zika vírust, ami szintén egy kiütéses vírus, nem okoz nagyon súlyos tüneteket akkor, hogyha egy egészséges ember kapja meg, hogyha egy várandós asszony fertőződik, akkor viszont a magzat károsodhat, mikrokefália, kisfejűség alakulhat ki, és mentális visszamaradottság is. Tehát azért nagyon jelentős, hogy ez a vírus, ez a szúnyog ide elkerült, bár ezek a vírusok nincsenek benne jelenleg. Itt 2015. októberében látjuk az elterjedtségét. Ugye itt Olaszországban volt egy nagy járvány, chikungunya járvány, valahonnan bekerült a chikungunyát tartalmazó vírus a ázsiai tigrisszúnyogba, és hát a nagy járvány, ugye 200-valahány ember fertőződött meg, hát ez most ugye a több ezres jelentéseknél ezt nem tűnik nagynak, de ez igenis nagy. Nagyon nehezen tudták, de meg tudták fékezni ezt a járványt. És akkor látszott, hogy akkor még nem volt Magyarországon ez a szúnyog. Ugye itt a szúnyog a fontos. És 2021 márciusában már megtelepedett Magyarországon a szúnyog, áttelel, ugye ez a piros az azt jelenti, hogy át is telel. Most ennek ellenére azt mondhatom, hogy a vírus nem tud áttelelni a szúnyogban még, de hogyha bekerül valahonnan, egy repülőgépről, vagy akárhonnan egy olyan szúnyog, amelyen benne van a vírus, valamelyik vírus, akkor az elterjedhet. Úgyhogy így jelenhet meg ugye a chikungunya vírus, a dengi vírus, a zika vírus Európában, aztán ezeket mindig sikerül kordában tartani. Tehát Magyarországon egyelőre csak importált esetek vannak, honi eset nincsen, tehát ami itt fertőződött volna, de Olaszországban, Franciaországban azért ezek már előfordulnak. Ugye, hogyha változik az éghajlat, egyre melegebb lesz, akkor itt is előfordulhat, hogy át tud majd telelni, bár egyelőre nem látjuk ennek a nyomát Olaszországban sem szerencsére, hogy a vírus megmaradjon a szúnyogban. A maradék időben egy picit szeretnék a vírusfertőzések diagnosztikájáról beszélni. Hogyan diagnosztizáljuk a fertőzéseket? Ugye, hogyha megtörténik a fertőzés, akkor van egy lappangási idő, amíg nem okoz tünetet a vírus. Ez a lappangási idő, ez a vírusokra jellemző, minden vírusnak megvan, hogy körülbelül mennyi idő kell ahhoz, hogy tüneteket tudjon okozni.
azért már most megint elmondom, hogy nem, tehát nagyon sok vírusfertőzés nem fog tünetet okozni, de akkor nem is fog kiderülni, hogy megfertőződött valaki, ha csak valamilyen szűrés nincsen. A tünetek megjelenésekor ugye a vírus terhelés megnő, ugye itt az idő van ezen a tengelyen, itt pedig a vírusok mennyisége, ugye megnő a vírus terhelés, a vírusok mennyisége megnő, és akkor a szervezet észreveszi ezt a vírust, és elkezd dolgozni. Az ellenanyagokat, vagy antitesteket tudjuk kimutatni a későbbiekben. Először az IgM antitest keletkezik, utána pedig az IgG, ami sokáig megmarad, az IgM pedig lecseng. Tehát az IgM az azt jelenti, hogy valamikor a közelmúltban fertőződött valaki egy vírussal. Nyilván a korai fázisban, amikor még csak a vírus mutatható ki, akkor a vírust keressük, erre vannak különböző módszerek. Későbbi fázisban már nem biztos, hogy a vírus kimutatható, akkor az ellenanyagot vagy antitesteket keressük. Hogyan? Ugye itt egy vázlatos vírus van föltüntetve, megpróbáltam ugyanolyan színekkel jelezni, hogy mit keresünk. Ugye kereshetjük az antigént, a vírus fehérjéjét. Ugye hát nem csak a külső-belső fehérjét is kereshetünk, de most ezen az ábrán csak a külső fehérje ilyen színű. Tehát ezt hívjuk antigéntesztnek. Ugye ezeket a kifejezéseket elég sokan ismerik már nyilván. Kereshetjük a vírus nukleinsavát, ugye ezt a polimerázlánc reakcióhoz, szekvenáláshoz szoktuk használni, és kereshetjük a szervezetnek a reakcióját, az antitestet, vagy ellenanyagot. Nekem az a tapasztalatom, hogy az antigént és az antitestet sokan keverik. Az antigén az a vírus fehérje, az antitest pedig az antigén ellen termelt ellenanyag, a szervezetnek a reakciója. Tehát nagyon röviden összefoglalva ezek a lehetőségeink, és akkor nézzük meg, hogy akkor mit kapunk. Ugye én azt mutatom, ami most azért ismert sokak számára. Ugye antigén kimutatás történhet gyors teszttel, akkor, tehát magát a vírusfehérjét ki lehet mutatni gyors teszttel, akkor ugye bele kell csöpögtetni a megfelelő folyadékba vett mintát a tesztnek a lyukába, és várni addig, amíg elő van írva, hogyha 10 perc, akkor 10 perc, ha 15 perc, akkor 15 perc. Sem előtte, sem utána nem szabad értékelni ezt a gyors tesztet. Ugye akkor negatív a gyors teszt, hogyha ez a C-vel jelzett kontrollcsík, ez megjelenik. És a tesztcsík, ugye T-vel, vagy mindig máshogy jelölik, de útmutatóban benne van, ugye a tesztcsík nem jelenik meg, akkor ez negatív. Akkor pozitív, hogyha a kontrollcsík megjelenik, és a teszt vonal is megjelenik, akármilyen erős. Ha egész halvány, akkor is pozitív. És érvénytelen a teszt akkor, hogyha nem jelenik meg a kontrollcsík. Akkor sem számít pozitívnak, hogyha erősen megjelenik a tesztcsík. Ha a kontrollcsík nem jelenik meg, nem működik a teszt. A következő a nukleinsav kimutatás az már csak laborban lehetséges. Ugye a DNS-t, vagy az RNS-t, tehát a nukleinsavat, az örökítő anyagot mutatjuk ki. A PCR-nek ugye az a jelentősége, hogy sokkal-sokkal érzékenyebb, mint az előbb említett antigénteszt. Azért érzékenyebb, mert felszaporítjuk a vírusnak egy részecskéjét, és ezért sokkal kisebb mennyiséget is ki tudunk mutatni. Ugye a szekvenálásnak az a jelentősége, hogy megismerjük a vírusnak a nukleotid sorrendjét, hogy pontosan milyen vírusról van szó, milyen variánsról van szó. Tehát ez a két általános lehetőség a nukleinsav kimutatására.
És a végén az antitest, vagy ellenanyag kimutatás, az történhet laboratóriumban, ez egy kicsit érzékenyebb, jobban működik, de gyors teszttel, és nagyon jó gyors tesztek vannak most már, itt akkor ugye vért kell becsöpögtetni általában a kis lyukacskába, és ugyanúgy kell értékelni, mint ahogy elmondtam az előbb, a kontrollcsiknak mindenképpen meg kell jelenni, ha a tesztcsik is megjelenik, akkor pozitív, akkor van ellenanyaga az illetőnek, találkozott már a vírussal, vagy pedig a oltás is termelhet ellenanyagot. Ha pedig nincs, akkor nem találkozott még. Ugye itt látszik, hogy itt nincsen csík. A legutolsó részben a virológia sikertörténeteivel szeretnék néhányat megmutatni, hogy mit sikerült elérni a világnak. Az első példa a fekete himlő eradikálása lesz. Ez az első olyan vírus, amit sikerült a Földről kiirtani, ugye ez az eradikálás azt jelenti, hogy nincsen többé fekete himlő. Fekete himlő egy nagyon súlyos betegség. Itt most próbáltam olyan képet keresni, ami nem nagyon sokkoló, ennél sokkal sokkolóbb képeket lehet találni az interneten. Tehát egy kiütéses betegség, amiben aki megkapta, 30%-a meghalt. Ugye nagy fekete himlő járványok voltak, a 20. században 300 millió ember halt meg fekete himlőben, ami azért egy borzasztó nagy szám. Ugye, hogyha az a 70%, aki azért túlélte, ott is nagyon súlyos elváltozások, pörkök, hegek lettek az arcán az illetőknek, és ugye Kölcsey Ferencről ismert, hogy a himlő következtében veszítette el a fél szeme világát. Tehát ez egy nagyon súlyos betegség, mindenképpen célszerű volt, amikor lehetőség volt rá, eradikálni. Már a középkorban próbálkoztak azzal, hogy beoltották az embereket fekete himlő ellen. Hát akkor még csak azt tudták csinálni, hogy aki nem olyan súlyosan volt beteg, annak a pörkét leszették, és az oltatlanok, tehát az egészséges embereknek az orrába fölszívták, és ezzel próbáltak védettséget elérni. Ennek a oltási módszernek a hatásfoka elég jó volt, de így 2% volt a halálozás. Tehát az oltás következtében halt meg 2% ember, amit vállaltak azért, mert különben ugye 30% volt, halt volna meg. Hát azért ennél jobb oltásra kellett csinálni. És Edward Jenner, angol sebészorvos és természetkutató volt az első, aki az első tudatosan megtervezett oltást, védőoltást készítette úgy, hogy nem tudta, hogy mi okozza a megbetegedést. Tehát ekkor még nem voltak ismertek a vírusok, és az sem, hogy a vírus mit okoz. Ő megfigyelte, hogy a tehenész lányok kezén vannak himlő nyomok, de az arcukon sosem. És ebből arra következtetett, hogy a tehén himlőnek a kiállása, az, hogy átestek a tehén himlőn, az megvédheti az embert a fekete himlőtől. És egy kisfiút oltott be 1796-ban ugye tehén himlővel. Hát ma már etikailag ez kevésbé menne, de akkor nagyon sikeres volt, rá is fertőzött utána himlővel, többször oltotta, és rá is fertőzött himlővel, és a gyerek nem kapta meg a himlőt. És így indult siker útjára a fekete himlő elleni oltás, aminek természetesen akkor is voltak oltásellenesek és oltási tévhitek, tehát azzal támadták az oltást, hogyha tehénből származik az oltás, akkor tehénné válik az ember. Hát itt látható ezeken a képeken, hogy
hogyan ábrázolták ezeket, hogy mi történik akkor, hogyha valakit fekete hímű ellen beoltanak. Hát ma már tudjuk persze, hogy ez nem igaz. Magyarország a második volt a világon, aki elkezdte gyermekek oltását 1876-ban, és 1980-ig oltotta Magyarországon az 1, 6 és 12 éves gyermekeket. A legutolsó regisztrált természetes fertőzés 1977-ben volt Szomáliában, és ezért a WHO 1980-ban a Földöt himlőmentesnek nyilvánította, ugye a fekete himlő nem is fordult elő 1980 után. Tehát ez az első sikertörténet. Második sikertörténet, ami jelenleg is folyik, a gyermekbénulást okozó vírus visszaszorítása és eradikálása. A gyermekbénulást három különböző törzsű vírus okozza, amiből kettőt már sikerült eradikálni, egy van még hátra. Amikor ezt a WHO elhatározta, hogy ezt a betegséget visszaszorítjuk, akkor 125 endémiás ország volt. Ez azt jelenti, hogy 125 országban voltak rendszeresek a gyermekbénulási járványok. 2021-re már csak két endémiás ország van, Pakisztán és Afganisztán, ami nem azt jelenti, hogy másutt nem bukkanhat fel a betegség, de járványok nincsenek, mert az oltottság az megfelelő. Ahol az oltottság lecsökken, ott megjelenik ismét ez a megbetegedés. Ugye milyen megbetegedés ez? Mutatok néhány régi képet. Ugye a gyermekbénulás vírus körülbelül a fertőzöttek 1%-ában a bénulást okoz, mégpedig azért, mert a vírus a mozgató, tehát az izmokat mozgató idegsejtekben szaporodik, és hogyha elpusztulott a sejt a szaporodástól, akkor az izom nem fog tudni mozogni. És ekkor ugye visszafejlődik az izom, tehát itt látjuk ezt a lólábat, amit így hívnak, hogy lóláb itt Indiában. Ugye próbálták ugye a többi izmot erősíteni különféle módszerekkel. Ugye az is előfordulhat, hogy a légzőizmokhoz tartozó idegsejt az, ami elpusztul, és akkor lélegezni nem tud az illető. Ugye, hogyha, vagy kevéssé, ugye kevésbé tud lélegezni, akkor ilyen vastüdőbe tették őket. Ez a vastüdő, itt látszik itt közelről, illetve hogy hány vastüdő kellett annak idején, ugye egy ilyen járvány kapcsán. Ez egy borzasztó megbetegedés volt, úgyhogy ezt is eliminálni kell és eradikálni a Földről. Ugye a polió eradikáció, ugye a polió, az a poliomielitis, az a gyermekbénulás, ugye a polió eradikációban, a gyermekbénulásnak az eradikációjában óriási szerepe van a védőoltásoknak. A szabin cseppekről biztos, hogy sok mindenki hallott, ugye a gyermekbénulás elleni oltás, illetve a szalk, jön a szalk, pedig az inaktivált vakcinát dolgozta ki, és tulajdonképpen a védőoltásoknak köszönhető, hogy ez a vírus eltűnőben van a Földről, most ezt kell, hogy mondjam. Én nagyon remélem, hogy sikerül a kettes és hármas típus után az egyes típust is eradikálni. És akkor hadd mondjak még el egy olyan sikertörténetet, ami egy olyan vírus ellen, vagy egy olyan vírusnál történt, ahol nincsen védőoltás. A hepatitis C vírus ellen jelenleg nincsen védőoltás, mert annyira változékony ez a vírus, hogy nem lehet ellene, vagy nem sikerült még, nem sikerült még ellene védőoltást kifejleszteni. Ugye 1989-ben fedezték fel a vírust, és rögtön elkezdték a terápiát. Ez egy májgyulladást okozó vírus, ami nem egy akut megbetegedést okoz, hanem többnyire az eseteknek a 80%-ában krónikus fertőzést, tehát nem tudja eliminálni a szervezet ezt a vírust.
Ugye elkezdték 92-ben interferonnal a kezeléseket, és látszik, hogy itt 6% volt a sikerarány. A tartós vírusválasz azt jelenti, hogy sikerült-e a vírust eliminálni a szervezetből. Itt 6% volt. A most már 97% a siker a különféle kezeléseknek köszönhetően, mindig változott. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy óriási siker, hogy a mágyulladás vírus fertőzött betegeket meg tudjuk gyógyítani. És tulajdonképpen ugyanezt lehetne mondani a humán immundeficiencia vírusra is, ami először egy halálos megbetegedés volt, most pedig már olyan antivirális szerek vannak, amik lehetővé teszik azt, hogy az illető olyan életet éljen, mintha nem is lenne fertőzött. Összefoglalásul elmondanám, hogy hogyan védekezhetünk a vírusfertőzések ellen. Minden megbetegedés ellen a megelőzés a legfontosabb. Ugye itt a védőoltás, kézmosás, maszkhasználat, karantén, szúnyogoltás, stb. Tehát a megelőzés a legfontosabb mindig. Ugye a diagnosztikának óriási jelentősége van, hogy tudjuk, hogy mivel állunk szemben, és ugye a terápia ugye lehet tüneti, általában vírusoknál tüneti, de most már nagyon sok specifikus szer is van, ami a megbetegedést jobbá teszi, vagy pedig kiírtja a vírust a szervezetből. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm, professzor asszony, ezt a világos, jól követhető és nagyon informatív előadást. Azt hiszem, hogy mindannyian számára nem csak a virológia, hanem a gyakorlati aspektusa is megvilágosodott. És külön köszönöm azt, hogy ilyen pozitív kicsengéssel fejezte be, hogy azért itt komoly sikerek vannak, ha nagy távlatokban nézzük, és azt hiszem, hogy jó lett volna, ha az oltást tagadók egy része is részt vett volna ezen a előadáson. Na most átadnám a szót, itt a chat, visszaadnám a szót a professzor asszonynak, mert 16 megjegyzést látok a cseten, hogy nézzük át, hogy mire, mi, ami releváns, és amit meg kell válaszolni. Itt van egy ilyen, hogy az előnyek vizsgálatánál milyenek a határértékek, ezt ugye nem lehet így megválaszolni, attól függ, milyen ellenanyagról van szó, melyik labor csinálta, megadják a határértékeket. Itt gondolom, hogy a koronavírus ellenanyagról gondol, de ez is kitől függ, tehát erre így nem lehet válaszolni, sajnos. Mit kell tudni az adenovírusokról? Nem csak hordozók. Nagyon sokféle megbetegedést tudnak okozni, nagyon sokféle 50 feletti típusa van az adenovírusoknak. Ugye némelyik légúti megbetegedést okoz, van amelyik hasmenést, a gyermekek hasmenését például 40-41-es okozza, és van, ami nemi úton terjed, és olyan megbetegedést okoz. Általában légúti és a hasmenéses megbetegedéseknél van szerepük. Azok a vírusok, adenovírusok, viszont amik most a vektorvakcinákban szerepelnek, azok nem okoznak megbetegedést. Ugye ez ki van ütve, ez a gén. Egyéni problémákra itt sajnos nem tudok. Én más olyan kérdést nem látok. Nagyon szépen köszönöm akiknek ugye megköszönték az előadást, hogy a professzor esetleg lát olyat, amire még én lehet. Én is nézegetem, de azt látom, hogy magával ragadó jó előadás volt, és egy olyan világ, amit most mindenki megemészt, és jobban érti a napi életünkbe a tesztelést, hogy amivel hát most már mindenki együtt él, és állandóan ez a téma. Jó, én azt hiszem, hogy ha tényleg itt még egyszer átfutottam, nincs olyan kérdés, amiben professzor asszony tudna segíteni, akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a részvételt. Örülök annak, hogy ma a résztvevők száma 500-at meghaladta. Változatlanul ez egy szép tudományos kérdés lenne, hogy miért jelentkeznek 1400-an, ha csak 500-an lépnek be, de reméljük, hogy lassan azért emelkezik ez a szám is, és nyilván a
a kurzus szervezés szervezőjének az ambíciója, hogy akkor már mi nem lehetnénk 800-an, 1000-en, vagy akár 1400-an, akik jelentkezett, miért nem vesz részt. Még ezzel nagyon szépen köszönöm, és jó éjszakát kívánok. Én is köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, jó éjszakát kívánok. Kezdjük sokkal.